A balliberális előválasztás tegnapi első fordulójának eredményei nyilvánvalóvá tették azt, hogy ennek a balliberális összefogásnak a Jobbiktól a DK-ig a Gyurcsány család a vezetője és Dobrev Klára a legerősebb miniszterelnök jelöltje, és azt is nyilvánvalóvá tette, hogy az Európai Egyesült Államok ideológiáját képviselik a magyarság és Magyarország eszméje helyett, így aztán az is teljesen világos és egyértelmű, hogy a Mi Hazánk mozgalomnak semmi keresnivalója ilyen társaságban. És még egy nagyon fontos eredmény látszódik, körvonalazódik, és pedig az, hogy a 2022-es országgyűlési választások után valószínűleg minden bizonnyal a Mi Hazánk mozgalomnak jóval több parlamenti képviselője és frakciója lesz majd a Magyar Országgyűlésben, mint a Jobbiknak. Tehát az a Vona Gábor által elindított lavina, az a folyamat, amelyet utódai jelenleg ugye Jakab Péter megtestesít, ez egy parlamenti ciklus alatt lenullázta, kivégezte az egykor szebb napokat látott és valamikor még nemzeti radikálisnak számító és időközben 10 milliárd forintnyi állami támogatást felemésztő Jobbikot. A Mi Hazánk mozgalom tehát nem véletlenül képviseli a harmadik utat, számunkra sem a jelenlegi urambátyám rendszer, a NER rendszer nem jó és nem elfogadható, sem pedig a Gyurcsány család által képviselt nemzetellenes Európai Egyesült Államok koncepciója nem elfogadható, ezért haladunk tovább a harmadik úton, a magyarok útján.